Folytatódnak a csatornázási munkálatok Felsőbányán. A város polgármester elismeri, hogy kellemetlenséget okozhat a lakosoknak, viszont ezek a munkálatok rendkívül szükségesek, és el kell végezni, különösen azért, mert Felsőbánya egy fejlődésben lévő város. Felsőbányán két beruházás van folyamatban. A csatornázási munkálatok és néhány utcában bevezetik a vizet. A munkálatok nyomást gyakoroltak a második fél év költségvetésére, de a helyi önkormányzat reméli, hogy évvégéig sikerül befejezni. Évvégéig ezeket a munkálatokat kiegészítik az utak és az alternatív útszakasz munkálatai Felsőbánya-Girotótfalu Nagybánya szakaszon. Az alternatív út kiegészítő korszerűsítési munkálatokat követel. Több mint 2 kilométeres vízcsővezetéket korszerűsítünk, vallotta Páska Dorin Felsőbánya polgármestere. Felsőbánya főszakaszai 80%-ban korszerűsítik, rehabilitálják és fejlesztik a csatornázást. A város polgármestere Páska Dorin elmondása szerint Felsőbánya évről évre növekszik, és ezeket a hálózatokat évente kell terjeszteni.